A közelmúltban 13,61 kg-os rekordsúlyú aranyérmes gémtrófea esett a Keszthelyi hegységben. Természetesen azonnal a részletekről érdeklődtünk. Hát kaptam az apusomtól ajándékba ezt a bikakilövést. Elmentünk oda Feriékhez, és ez egy hajnali vadászaton történt 17-én hajnalban. Valószínű, hogy ez egy ilyen vándorló bika lehetett itt ezen a területen, amelyik egy-két napot eltört, és utána megy tovább, mert ők se látták ezt a bikát még. Ahhoz, hogy ez itt esett el, ez csak egy azon múlott, hogy pont abban a pillanatban jó időben, jó helyen voltunk. Volt ott egy ilyen gesztenye, és onnan indult ez a hajnali csárkelés. Egy-két bőgést hallottunk, nem tudtunk rámenni a szél miatt, déli szelünk volt, erős, és bementünk, itt van egy nagy vadetetőnk. Ott körülnéztünk, mert baloldalról hallottam egy jó mérges bika hangot, de sajnos nem abba találkoztunk, amit szerettünk volna. Egy 3,5 kilós bika jött elénk. Azt úgy ítélte meg a Feri, hogy nem lőhető, és akkor próbáltunk a hang után menni. Akkor feljöttünk ide Leshez, nem láttunk semmit, itt várakoztunk körülbelül negyed órát, és utána vettem észre a tarvadakat, ahogy átmentek a nyiladékon, de a bika mégse ott jött ki, hanem a nyiladék után van egy másik nyiladék. Aztán lapos kúszásba szinte hasoncsúsztunk, vagy 50-60 méter. Itt jöttünk hasoncsúszva ott a karázsba, mert annyira sűrű nem akartunk bemenni, hogy kiszúrjanak bennünket. És akkor egyszer csak megpillantottuk az elájtett bikát, és kiállt a nyiladékra, körülbelül egy ilyen 60 méterről lőttem rá. Ott sikerült meglőni a bikát. És akkor halálvágtával futott el oda, be az erdőbe. És után kerestük, egy 10 perc múlva is megtaláltuk. Idestova lassan most már 10 éve, ugye a szezonnak, illetve a ciklusnak a végén vagyunk. És hát én úgy érzem, hogy megjött a eredménye a ciklusnak, mert nagyon kíméletesen bántunk a vaddal. Én azt gondolom, hogy itt ennek a vadászatnak az alapja, hogy ilyen eredményeket elérjünk. Ez a csodálatos zalai trófea. A jobb száron, ahogy lehet látni, hogy található egy vendégág, ugye egy 4-es korona, a bal száron egy 3-as korona. Itt ez valamikor is szerintem farkaság volt, csak már azért az évek során ez egy visszarakott dolog lett itt. Ebből is látszik azért a korona ágakból, hogy már nem vastag fönt, hanem az egy kifejlett trófea, hogy ez egy golyóérett bika. Én azt gondolom, hogy mi vigyázunk, egy néhány sztorit is el tudnék mesélni, hogy ilyen 10 kilós bikák kinn előttünk, vagy bika kinn előttem, és nem lövöm meg. Mert várom, hogy majd egy év múlva, vagy kettő, vagy három. 231 pontot kapott. Hát ugye ott leírták a mindenféle szárhosszat, ághosszat, stb. Meg a korát is egyébként nem gondoltam ilyen öregnek személy szerint. Ilyen 10 év fölött csatszoltam, de 13 évesen nem. Hát nagy öröm számomra. Szerintem az élete bika neki is, meg nekem is. Ez egy olyan dolog, hogy egyszer áll be az életbe egy ilyen bika általában. Hát bizakodik az ember, hogy azért csak sikerül elállítani a bikát, és azért csak úgy indul el, hogy tali van reménnyel, izgalommal persze, és akkor amikor közeledünk egy ilyen bőgő bika felé, azért csak várja az ember, hogy megpillanthassa azt az érzést, hogy megláthassa, hogy milyen trófeáról van szó, hogy szabad előni vagy sem. De az is egy csodálatos élmény az embernek, hogyha egy abszolút még olyan bikát kell elengedni, aminek még van vissza egy 4-5 év, és hadd maradjon a jövő nemzedékének, ez jó magam, mint vadászember, ezt így gondolom.